Sok embert megmozgatott a szekszárdi önkormányzat néhány héttel ezelőtt elindított kampánya, aminek részeként a helyiek kancsót vagy kulacsot kaphatnak ingyen, ha vállalják, hogy palackozott víz helyett csapvizet isznak. Ehhez mindössze egy regisztrációra volt szükség, aminek a határideje a minap járt le. Az Erőv ZRT szekszárdi ügyfélszolgálatán lehetett átvenni az ajándékokat. Én még az első napokban. A legtöbb regisztráló zöldtetejű kancsót választott, így tett Bebesi Aranka is, aki azt mondja, az egész családja kizárólag csapvizet iszik. Gyerekeim voltak, mert én kedveskedni akartam, hogy veszek palackos ásványvizet, hogy anya, ne költsd ilyenre a pénzt, mikor sokkal olcsóbb, tehát ők is tudják. Tehát ilyen környezettudatosság is, és a szekszárdi víz még azt mondom, hogy jó is, tehát iható. Artim Andrásné, a szolgáltató vezérigazgatója azt mondja, a kampány elérte a célját. Ez egy programsorozat, amit a várossal közösen szerveztünk. Több eleme van. Most jutottunk ahhoz a részéhez, amikor átvehetik a kancsot és a kulacsot. Nem azt várjuk tőle, hogy jelentősen nőni fog a vízértékesítésünk, mert ugye ez egy ivásra használt vízfogyasztásra próbáljuk ösztönözni a lakosságot. A város vezetése azt szeretné elérni a csapvíz népszerűsítésével, hogy kevesebb műanyag hulladék keletkezzen. Tulajdonképpen ez nem egy csapvízes akció, hanem egy környezetvédelmi akció, és hogy mögöttem is látható, folyamatosan viszik el a kancsokat, úgyhogy eltaláltuk az üzésüket a szekszáriaknak. Kettős célt érünk el, egyrészt az egészséges ivóvízfogyasztást népszerűsítjük ezzel az akcióval, ami azt gondolom a fiatalok, gyerekek, felnőttek, idősek számára mindig nagyon fontos, és egyúttal a környezetkárosítást is csökkentjük. Szekszárdon egy évben csak műanyagból 102 tonna hulladék keletkezik. A palackok visszaszorításával akár 10 tonnával is kevesebb szemét termelődhet.